Kötetlen partneri találkozó Máté Szalkán. Az önkormányzat évek óta szervez a helyben működő cégek számára vállalkozói reggelit. Az eseményen a legkisebbektől a legnagyobb multikig számos cég képviselője részt vesz. Büszke vagyok Máté Szalka közösségeire, és sok városvezetővel egyeztettünk az elmúlt időszakban. Ezekből kiderült, hogy mindenütt vannak jó vállalkozások, hál' Istennek. Máté Szalka viszont abban különleges, hogy itt nem csak a városvezetésnek és a vállalkozásoknak van együtt jó kapcsolata, hanem nagyon fontos, hogy a vállalkozásoknak is együtt kiváló kapcsolata van. Erre lehet építeni, ez egy nagyon fontos érték. Ennek az ápolása céljából hirdettük meg a vállalkozói reggelit. A szervező önkormányzat szerint ez az alkalom tökéletes az információ és tapasztalat cserére. Az eseményre a térség országgyűlési képviselőjét is minden évben meghívják. Első kézből tájékozódhatunk a vállalkozók problémájáról, beszélgetésükről, pedig a társadalompolitikai helyzetről, a politikai tennakarásról. Beszélgettünk arról, hogy a kormánynak feltett szándéka a társadalom egyes rétegei, mint a nyugdíjasok, a családtámogatás mellett vállalkozások megtartása, megerősítése, hogy ne menjenek csődbe, tudjanak foglalkoztatni. De beszéltem arról is, hogy bizony itt a környékünkön egyszerre van jelen a munkaerőpiaci hiány és a munkanélküliség, és megpróbálják ezt is együttműködve, a hatóságokkal bejelentve a létszámgondokat megoldani. A rendezvényen elhangzott, Máté Szalkán jelenleg több mint 1000 vállalkozás működik, akik a helyi gazdaság élénkítésében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be.